sikernek örvendhetünk, nagyon nagy lépésre, hiszen ugye, ahogy ön úr is elmondta, nagyon sok rendezvény előtt állunk, 18 hajóról szinkronuszó világbajnokság, 19-ben júnior világbajnokság, úszó világbajnokság, 19-20-ban 10-es Európa bajnokságot rendezünk, és ez a sor nem szakadt meg, 27-ben jelölik pályás világbajnokságot fogunk rendezni, és köszönet ezért Sörgyelte Tamás elnök úrnak, hiszen óriási segítsége van a nemzetközi sport világában, ez egy óriási nemzetközi sport diplomáciai siker. Ugye most már vannak sport létesítményeink, el kell hozni a nemzetközi sport eseményeket, úgyhogy a vites sportágakban teljesen rendben vagyunk. Ugye ezek a létesítmények szolgálják az élsportot, az utánpótlás nevelés, a szabadidős sportot, és ezáltal, amit a kormány kitűzött 2010-ben, hogy minél környezetű sport esemény hozunk Magyarországra, ez a célunkra is teljesül, tudjuk hova hozni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a miniszterelnöknek is a segítséget, elnök úrnak és kormány biztos úrnak is, mert nélkül kezdtem mindenek volna létre. Úgyhogy mi szakmailag nagyon örülünk neki, elköltsileg is, és ugye a fejlesztések terén is jobban haladunk, és csak így tovább köszönjük a sajtó munkatársainak is, és a szakembereknek, fővárosnak is a segítséget. Köszönöm szépen. Bár 24 a új úszóhajnak már nem kell építeni, de gondolom kormány biztos úrnak nagy öröm, hogy a létesítményben folyamatosan események zajlanak.